Az elmúlt években több nagyatári családi ház újulhatott meg a jelentős állami támogatásoknak köszönhetően. Ezeknek a beruházásoknak a keretében az épületek hőszigetelése is elkészült. A társasházaknál hosszabb előkészítő munkát igényel egy-egy külső homlokzat felújítása. Az Aradi utca 14-es számú panelházban lakók 2008. júliusában adták be a pályázatukat az önkormányzati minisztériumhoz. A határozatot decemberben kapta meg a közös képviselő, miszerint a panel program keretében a felújítás költségének egy harmadát, vagyis 6,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyertek el. A kétharmados önrészt hiteligényléssel tudták előteremteni a lakók. Kellett felvenni közösen kölcsönt, ami azt jelenti, hogy egy jelzálog nélküli kölcsönt vett föl a ház, egy bizonyos összeget, és az nincs a lakásokra ráterhelve, hanem egy közjegyzői okirat készült erről, és ha valamiféle nem fizetés vagy elmaradás van, akkor az egész ház felel ezért. A közös költség rendszeres fizetésének köszönhetően az elmúlt években egy nagyobb összeget is összegyűjtött a lakóközösség, mely szintén sokat segített a felújításnál. A háznak, mielőtt még én átvettem volna, volt egy nagyon komoly önereje, ami a lakók azelőtti rendszeres befizetésének is köszönhető, és az előző közös képviselő munkáját is dicséri, tehát ezt feltétlenül el kell, hogy mondjam. És most is megbeszéltük a közös költségbe, beépítve fizetjük a kölcsön, tehát bizonyos összeggel megemeltük a közös költséget, és így fizetjük a kölcsönt. Ez nem jelent olyan túlzott nagy plusz költséget. Közös költségre 2000 plusz 2000 forintot fizetünk havonta, úgyhogy most meg pályázaton is nyertünk a közös képviselőnk által. Ő nagyon sokat tett azért, úgyhogy még olcsóbbá kell. Én mindenkinek tudom javasolni. A felújításra nem csak a külső esztétikai látvány miatt volt szükség. Azért volt fontos, mert először is a lakók akarták. Másodszorban ez befektetés, ami azt jelenti, hogy ha egy háznak a homlokzata megöregszik, mert idővel semmi sem időálló, akkor vagy lefestjük, vagy lehőszigeteljük. Most ha festésre gondolunk, akkor is fel kell állványozni, akkor is a megöregedett részeket cserélni kell, át kell festeni. Ennek akkora költsége van, ami egy ilyen hőszigetelésnek kiteszi durván a 25-30, esetleg 40%-át, és az attól csak szebb lesz a ház. De jobb semmiképpen sem. Viszont ezzel már energiatakarékosabb lesz. Anyagilag gazdaságosabb sokkal, mint hőszigetelés előtt, az egy biztos. Tehát lényegesen. Érezhetően a pénztárcán, hogy megérte önerőből megcsinálni ezt a felújítást. Tulajdonképpen a megtakarítás, csak összehasonlításképpen tudom mondani, hogy addig minden szobát fűtöttünk télen, amióta nekem a szigetelés megvan, azóta a nagy szobával, tehát a déli oldal nagy szobával egyetlen egy konvektort üzemeltetek, igaz, nyitva vannak az ajtók, és itt az északi oldal lévő szobában is elég az a hőmennyiség. Ami még nagyon fontos, hogy belül nem penészettek a falak, illetve nem volt pára lecsapódás. Előtte itt az északi oldalon kellett a csempe mellé törölközőt fölcsavarva oda tenni, hogy fölígye azt a sok párát, és most megszűnt penészedés is, és megszűnt ez a pár lecsapódás is. A házban minden lakó támogatta a felújítást, hiszen csak így kezdhették meg a munkákat a kivitelező cég munkatársai. Az épület rekonstrukciója 19,5 millió forintba került. A munkákkal 2009 áprilisában végeztek a szakemberek, így egy újabb felújított társasházzal gazdagodott Nagyatád.